Sziasztok! Ezt a videót körülbelül február óta készülök fölvenni, akkor ért véget ugyanis a fogszabályzásom, és terveztem, hogy készítek nektek egy olyan videót, amiben bemutatom, hogy nálam hogy telt ez az időszak, milyen tapasztalataim vannak. Ami az első és legfontosabb tudnivaló az az, hogy az én fogszabályzásom az úgynevezett láthatatlan fogszabályzás volt. Elmondom majd, hogy ez mit jelent, és megmutatom nektek a fogszabályzókat is, amit az elmúlt egy évben viseltem. A fogaimnak a története hosszú évekkel ezelőtt kezdődött, de nem szeretnék nektek mindent töviről hegyire elmesélni. Szerintem bőven elég, hogyha annyit elmondok, hogy az egész probléma a 18 éves koromban kezdődött, ugyanis addig teljesen szabályosak voltak a fogaim. 18 éves koromban a bölcsesség fogaim úgy döntöttek, hogy elkezdenek kinőni, és először nem is igazán foglalkoztam vele. Hát mondom, ha nő, akkor hagy nőjön, problémát nem okozott, nem volt igazán fájdalmas az, hogy elkezdett nőni. És hát természetesen az első időkben azt sem vettem észre, hogy elkezdte összetolni a fogaimat, mert hogy ez egy nagyon lassú folyamat volt, egy szó mint száz, nem volt feltűnő a változás először. Amikor már feltűnő volt, akkor már késő volt. Legelőször a felső fogsoromon vettem észre, hogy ezt a fogamat, mutatom, ezt elkezdte összetolni gyakorlatilag a többi, és elkezdett egy picit előre vándorolni. Nem volt durva a változás, tehát nagyon sokan egyébként észre se vették. Nyilvánvalóan én, aki mindig azt láttam vissza a tükörbe, hogy szabályosak a fogaim, én azért már ebben a stádiumában észrevettem a dolgokat, és nagyon hirtelen döntésre szántam el magam, és gyorsan kihúzattam a felső bölcsesség fogaimat, hogy ne tolja tovább. Mondanom sem kell, hogy amikor mentem erre a bölcsesség foghúzásra, akkor halálra voltam, szó szerint halálra voltam rémülve, hogy mi fog történni, de annyira nagyon szerencsés voltam, hogy az én bölcsességfoghúzásom hát 2 percig tartott. Nem kellett az inyemet felvágni, nem kellett összevarni, nem kaptam szájzára, tehát hogy így szerencsére ezek a dolgok abszolút elkerültek. Az én kis fiatal fejemben úgy élt ez az egész dolog, hogy na most milyen jó elejét vettem a dolgoknak, kihúzattam a bölcsességfogakat, és nem fogja a fenti fogaimat tovább összetolni, és gyakorlatilag ennél az állapotánál biztosan megáll majd ez a torlódás. Hát nem így történt. Amikor eljutottam arra a szintre, hogy a fogaimnak a torlódása már annyira zavart, hogy nem szívesen mosolyogtam, akkor eldöntöttem, hogy elmegyek egy fogszabályzó orvoshoz, és utána járok, hogy milyen lehetőségeim vannak. Természetesen azt mondta, amit én is gondoltam, hogy a 2 fogsornak a külön szabályozásának értelme nincsen. Amikor az alsó bölcsességfogakat is eltávolították, akkor már csak a fogszabályzás volt hátra. Korábban már egyeztettünk az orvosommal, hogy melyik fogszabályzót válasszam. Van ugye a klasszikus, amit mindenki ismer, amit sokan testközelből is ismernek, ez a klasszikus, felragasztós, elég hátborzongatóan kinéző szerkezet. Mi úgy döntöttünk az orvosommal, hogy ahogy az elején is, a videó elején is említettem, egy láthatatlan fogszabályzót választunk. Ami nagyon fontos volt számomra, hogy ne lehessen annyira észrevenni. A másik szempont és fontosabb szempont az az, hogy semmiféleképpen nem hagyhattam, semmiféleképpen nem szerettem volna hagyni, hogy a beszédem az változzon. Nagyon sok embert ismerek személyesen, akinek volt fogszabályzója, és mind a fogszabályzónak a viselésekor, mind a fogszabályzónak a levétele után módosult a beszéde. Úgy kell elképzelnetek ezt az egészet, és majd mindjárt meg is mutatom, sőt, be is fogom rakni majd, hogy lássátok, hogy tényleg mennyire láthatatlan, hogy ez egy műanyag sín, ami körbefogja a fogakat, és gyakorlatilag föl kell pattintani, és egy hónapig kell egy darab sínt viselni. 8-10 sínt kellett viselnem, minden hónapban egyet. Úgy néz ki a történet, hogy elindult egy sínnel az egész, ami már egy picit módosított volt ahhoz képest, mint ahogy az én fogam kinéz, de csak egy picit. Azt kellett viselni egy hónapig.
arra, annak a sínnek az alakját fölvette a fogam, és aztán a következő hónapban jött a következő pici módosításokkal felvértezett fogszabályzó sín, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Minden hónapban egy picit alakult a fogam, és így érte el a mostani állapotát. Most jöjjenek az előnyök és a hátrányok. Az első és legfontosabb szempont nekem, ahogy korábban már említettem, az az volt, hogy ne látszódjon és ne is hallatszódjon, hogy fogszabályzót viselek. Ezt maximálisan hozta ez a láthatatlan fogszabályzó. Természetesen azok, akik közel állnak hozzám, és szó szerint is közel álltak hozzám, azok azért észreveszik. De hogyha műsort vezettem, vagy hogyha viszonylag távolabb áll tőlem valaki, akkor egyáltalán nem vette észre. Sőt, mondok jobbat, olyan kollégám is van, aki gyakorlatilag az utolsó hónapban, vagy valahogy így kérdezett rá, hogy neked van valami a fogadon? Hát mondom, igen, van. És akkor már majdnem egy éve viseltem a fogszabályzómat. Ami számomra nagyon nagy pozitívum volt, és teljesen kellemes csalódás, hogy nem volt fájdalmas. Nem mondom, hogy egyáltalán semmit nem éreztem, mert ez nem lenne igaz. Éreztem fájdalmat az újnak a felhelyezésekor, és a következő 2-3 napban. De aztán ez elmúlt, és egyáltalán nem fájt utána a fogam. A következő előny az természetesen az, hogy hatásos volt az egész, tehát hogy tényleg szép lett a fogsorom, és elégedett vagyok vele. És most jönnek a hátrányok, mert természetesen minden éremnek két oldala van, így még a láthatatlan fogszabályzónak is vannak hátrányai. Az egyik, amit én lehet, hogy nem is tudtam akkor, amikor ezt a módszert választottam, az az, hogy ennek a fogszabályzónak minden nap 20 órát rajta kell lenni a fogon. Tehát 4 óra marad az embernek az egész napjából, amikor nem kell viselni. Viszont ezzel a szerkezettel nem lehet enni. Tehát minden evés előtt le kell venni, és minden evés után fogat kell mosni, majd vissza kell rakni a fogszabályzót. Viszont, ha valaki fogyókúrázni is szeretne, akkor ez a módszer első osztályú. De tényleg, az ember 5-ször átgondolja, hogy megéri-e az a 2 falat csoki, vagy megéri-e az a fél csomag chips azt, hogy most levegyem a fogszabályzót, behabzsoljam a nasit, majd utána fogat mossak, majd fogszabályzót tisztítsak és visszarakjam. Hát én nagyon sokszor lepergettem ezeket a fejembe, és nagyon sokszor arra jutottam, hogy nem éri meg, úgyhogy inkább nem nassoltam, és benn maradt a fogszabályzó. Úgyhogy végül is, lehet ez is akár előny, de nekem inkább hátrány volt, mert tényleg nagyon körülményes volt ez az egész. Ebbe a piros dobozba tartom az éjszakai fogszabályzót, ami még így picit alakít rajta, de napközben már természetesen nem kell viselnem. És akkor ebbe van benne a felső és az alsó is. Megpróbálom megmutatni nektek. Remélem, hogy látszódni fog. Tehát így néz ki a felső most. Ja, várjatok, így mutatom. És ennek a behelyezése, lehetőleg közelebb csúszok, ennek a behelyezése úgy néz ki, ami már egyáltalán nem lesz fájdalmas, hogy fogom, és felpattintom. Ugyanezt történik az alsóval is. És látjátok, ez az, amiről beszéltem. Nem valószínű, hogy észreveszitek, hogy van valami a fogamon. Ha nagyon mosolyognék, ha nagyon vigyorognék, akkor lehet, hogy megcsillanna jobban, mint egy természetes fog, de nem feltétlenül biztos, hogy erre figyelnétek. Ha nagyon közel jövök, akkor láthatjátok, hogy van rajta valami. De ez kb. Már annyira közel volt, hogy ennyire közel, szerintem csak Csabihoz szoktam menni. Úgyhogy egyébként ebből a távolságból, most ez nem tudom mennyi, amennyire a kamerától vagyok, szerintem egy fél méter, lehet, hogy még annyi sincs, nem igazán észrevehető. A beszéd az érdekes, nyilván egy picikét más,
mint amikor nincs rajtam a fogszabályzó. Most már nem beszélek ebben nap, mint nap, tehát egy picit elszoktam tőle, de nagyon-nagyon hamar meg lehet szokni azt, hogy hogy beszél vele az ember. Sokkal jobban oda kell figyelni, sokkal jobban képződik a nyál az ember szájában, mint hogyha nincs benne, de abszolút megszokható. Megmutatom nektek a többit, amiket napközben viseltem. Egy ilyen dobozban jöttek. És így néz ki. Kiszedtem a dobozból a fogszabályzókat. Nem kezdem el mindet megmutogatni, mert azért az annyira nem gusztusos látvány szerintem. De megmutatom nektek az elsőt, és megmutatom az utolsót. Ja, így azért ránézve elég durva. Ide csúszok megint. Tehát nekem elsősorban a felső fogsorommal volt problémám, amiatt voltak komplexusaim. És láthatjátok, hogy a felsőnek az első sine az így nézett ki. Ennyire állt előre a fogam. És itt van az utolsó. Az pedig ilyen. Ez tehát az én fogaimnak a története. Egyáltalán nem bántam meg, hogy belevágtam. Azt bánom egy picit, hogy nem kezdtem el korábban. Szerintem ilyen kifejezetten beszélgetős videót még soha nem csináltam, de remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogy találkozzunk legközelebb is. Kövessetek Instagramon és Facebookon, és hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor írjatok. Sziasztok!